Köszöntöm a televízió nézőit! Komlóról jelentkezünk a Sport 36 komlói bányász Mohácsi T 1888 labdarúgó mérkőzéssel. Ami az időjárást illeti, ugyebár azt tudni kell a komlói pályáról, hogy önmagában szerintem egy lenyűgöző, kicsit mintha megállt volna az idő pálya lenne, nyilván azért ez zölden még szebb, úgymond úgy zölden, hogy tavaszi zöld színekbe és árnyalatokban gazdag háttérrel, azonban most egy picit a tavasz ellenére is egy őszies hangulatú időben kell lejátszani ezt a mérkőzést a mohácsiaknak. Nem sokára bejönnek a pályára a játékosok, ugye oldalról érkeznek az öltözőből, és addig, ameddig mindenkit összeszednek és rendbe terelik a játékosokat, addig elmondom, hogy legutóbbi mérkőzésen az őszi szezonban ugye oda-haza 1-1-es eredménnyel zárt a Mohács Komló. Ugye már mindjárt az elején a 20. percben Vas László találatával elindult a Komló a 0-1 irányába. Eléggé megleptek bennünket, talán nem is voltunk annyira felkészülve, ám sikerült a 60. percben Schmidt Zsolt jóvoltából kiegyenlíteni, és nem is változott az eredmény egészen a játék végéig. Sárga lapokkal is bővelkedtek azon a találkozón, összesen 7-et osztott ki a játékvezető, 2-t kapott ebből a mohácsi csapat, és 5-öt pedig a komlói együttes, úgyhogy volt esemény, bőven volt izgalom. Én azt gondolom, hogy egy picit jobban föl kellett készülni, illetve föl kell készülni a mai mérkőzésre a fiúknak, hogy a tavaszi bemelegítő mérkőzéseken mit sikerült összehozni a csapatnak, illetve Székely Istvánnak, ez természetesen majd ki fog derülni, hiszen egy interjút is csinálunk vele, amit majd a híradóban meg lehet tekinteni. Lássuk akkor az összeállítást természetesen most, kivételesen a hazai csapattal kezdve, a Komló színeiben, fehér fölsőben és sötétkék alsóban focizik 12-es mezben Lackó Attila a kapuban, a 2-es mezben Farkas Krisztián, a 9-esben Kis Dominik, a 10-esben Kis Varga Attila, a 11-esben Miltner Szabolcs, a 14-esben Vas László, ő egyébként a csapat kapitánya, a 15-ösben Vörös Martin Zsolt, 17-esben Hideg Mihály, a 18-asban Tóth Máté, 19-es mezben Rein Bence Attila és a 24-esben pedig Tukerics Ákos a cserék, 33-as Németh Dávid István, 3-as Papp Kristóf Tamás, a 4-es Kolat Krisztián, 6-os Herbert Riárd, 8-as Bolvaka Sergio Emilian, a 20-as mezben Korbu Jákos és a 21-esben pedig Dobó Vicki Béni, aki várja a cserét, a vezetőedző Tóth Máté. A mohácsiak piros felsőben pedig spiros alsóban úgy állnak föl, hogy egyes mezben Windisman Dávid a kapuban, ha minden igaz, akkor ő fog kezdeni védeni. A hármasban Lőrinc Adrián, 8-asban Bódis Bálint, 9-esben Bruckner Balázs, 11-esben Spannenberger János, a 12-es mezben Bod Dávid, 13-asban Izsák Máté, 14-esben Fischer Károly, 15-ösben Strigensz Péter, a csapat kapitánya, 18-asban Marton Viktor Csaba, 19-esben pedig Menyhelyi Gergely focizik. A cseréink 25-ös Szent Mártoni Dániel, 5-ös Dávid Donát, 6-os Nagy Zsombor, 21-es Wappler Krisztián, 22-es Schmidt Zsolt, 24-es Horváth Gábor, 81-es pedig Kaszás Patrik Zoltán, a vezető edző pedig Székely István. A játékvezető ezen a találkozón Kozári István lesz, a két asszisztens pedig Székely Miklós és Bizderi Nikolettát, egy hölgyet is üdvözölhetünk szembe a túloldalon az oldalvonal mellett. És a végén valahol felszabadít a Komló, jön előre Vas László, gyorsan ki a szélére, Miltner, nincs les, Miltner viheti. Megpróbál elmenni Marton mellett, Miltner beteszi középre, ott várt a fejjel Kis Dominik, lecsúszva róla. Még egy lehetőség, ismét Kis fölé. Ez sajnos hiba volt, akárhogy is nézzük, Strigensz most rosszul adta el. Marton elé ugrik ugyan, de hiába, még mindig a komlóiak tartják. Vas Laci érkezett be nagy lendülettel. Fischer nagy tempóba érkezik, ott a középre adás. Végén felszabadít Farkas. Bódis lefordul, szép. Megtartjuk gyönyörűen. Menyhelyi, de szépen nyúlt oda, és nagy lehetőség maradt el. Egészen ki a széléig játsszák, onnan jöhet a beadás Kistől. Miltnerig próbálta volna eljuttatni, Windisman azonban jó tempóban érkezett ki a kapuból, le is húzta gyorsan a játékszert. Indítja Spannenberger, Spannenberger szépen veszi át, ott a lehetőség, nem tudja bejátszani középre, elakad a komlói védőben. Jön a mohácsi szöglet. Farkas. Egész leszint az alapvonalig vitt el a labdát. Kis Dominik elszökik a labdával, Kis vezetgeti fölfelé, csak kettő mohácsi védő van neki útba, az egyik Strigensz, most már azért Spannenberger is visszaért, mellé, illetve a kapus is.
Spannenberger átlépi, Bruckner megtekeri, és a végén oda Pottyan Lackó elé meg is történik. Közben Székely István ugye a Mohácsiak edzője reklamál a játékvezetőnél. Ezt viszont befújja a játékvezető, csitít mindenkit. Most már el lehet végezni. Ott a fejes, és ott is van a találat. Már csak a messzámot kell megfejteni. Hát talán nem játékos, de mindjárt megtudjuk, mert ugye azért név, tehát így kinézetről még én sem ismerhetek mindenkit. Az biztos, hogy 1-0-ra vezet a Komló a Mohácssal szemben. Gólszerző pedig maga a csapatkapitány Vas László, még hozzá 10, hát hogyha ahhoz az órához még hozzáadunk 2 percet, akkor 18-19. percben, éppen úgy, mint otthon, ugye, ott is ugye a 20. percben talált Vas a hálóba, itt a 18-19. percig kellett várni. Hoppá, Izsák! Spannenberger nagy lehetőséget hagy ki, ott volt előtte. Be a kapu elé, hát ott nem nagyon találtunk embert. Lőrinc, lehet menni tovább, nincs les, Izsák ellövi, Lackó pedig véd egyet, Lőrinc nem jól érkezik, Bód is, még mindig nem jó, most jó lehet, Izsák lecsorog a hozzánk közelebbi oldalrészhez, Kis, még mindig ő, keresi, hogy kitnek lehetne bejátszani, Kis, Windisman pedig véd egyet, Bód is ijeszt egyet sarokkal, fölnéz, egy betekert labda, Lőrinc nem éri el fejjel, Hideg pedig veszedi. Nagy lehetőség megint a Komló előtt, kislábáról maradt le. Spannenberger, Lackó pedig véd. Bruckner, volt 3-4 nagy helyzete a Mohácsnak ez idő alatt, ez a 33 perc alatt. Lackó megint jól jön ki. Nagyon hosszú dobás, csúsztatott fejes, nagy lehetőség a Komló előtt, Lőrinc lábáról lepörök, Kis ellövi. Hát éppen, hogy csak mellé ment. Jó lehet, Izsák szépen pörgeti vissza, Lőrinc kicsit. Ugye a Lőrinccel a legnagyobb probléma talán az, hogy nagyon sokat hezitál a labdakezeléssel. És ez miatt rengeteg időt veszítünk. Hát kap egy jó labdát, és akkor azzal totojázunk, hogy magunk elé tegyük. Jönnek középen, kicsit csúszkálnak a fűvön egyébként a játékosok. Kisnek kell utolérni még a lapvonal előtt a labdát, meg is történik, megtartja. Visszatekeri a kapu elé, érkezik a fejes. Hát megint egy nagy zicser. Megint Kist próbálják megjátékbozni, nincs les. Biztos, hogy nem volt les. Bot azonban jól zavart. Az úgy nem jó. Nagyon-nagyon a sűrűjébe játsszuk a labdát. Izsák, Bód is. Spannenberger, nagy lehetőség. Lackó véd. Teljesen tisztán egyedül lesz, majd, hogy nem végig is vihetné, de így is jó a hosszúra. Miltner rosszul veszi le. Még egy lehetőség. Miltner. És ott a következő találat. 2-0 még az első félidő vége előtt. A Komló megszerzi a második a találatát is. Méghozzá a 17-es mezben játszó Hideg Mihály a gólszerző. Tehát Hideg Mihály megszerzi a második találatot. A 41. percben. Ott a lehetőség mellé. Spannenberger. Lackó kijön a kapuból, kint van a kapus. Nem kell, na, lőjük el. Azt a mindenit! Ősszel a 20. percben zörgette a hálót Vas, illetve a 41. percben Hideg Mihály szerzett találatot. Válták a lest, hogy két Komló játékos is jócskán 2 méterrel lesen volt. Mindig Menyhelyi hátulról jönnek neki, nem baj, Spannenberger ezt eléri. Spannenberger, ott a lehetőség. Lackó. Még egy kis taszítás rajta, Lőrinc, Izsák, Izsák. Megtartja, Lackó pedig összeszedi. Menyhelyi. Túloldal célozza meg, Lőrinc fejjel befelé. Spannenberger. Egy labda érintés és Lackó fejjel. Kicsit körbe kellett volna nézni, hogy hova rakjuk. Lőrinc egy lövés mellé.
nagy. Így azonban már van két gyors szélsője a Mohácsnak. Ugye a bal oldalon Spannenberger, míg a jobb oldalon Nagy Zsombor játszik majd. Beadás ott van, Lackó pedig véd egyet. Egy kapura próbálkozás a Komlótól fölé. Spannenberger megtekeri erőtlenül. Fischer középre. Hátulra kapott azért egy lökést még Izsák. Most megvan Fischer. Jó lett. Így már nem. Lackó véd megint. Vas jön befelé. Még mindig megtartja. Kicsit háttal áll a Mohács. Vas teljesen tisztán azt a mindenit. Megint egy komlói megindulás. Kis. Leviszi egész az alapvonalig. Majd megpróbálja röviden beékelni. 2-0-ra vezet a Komló. Lindisman magához öleli. Dobovicki, nincs les. Dobovicki, rálövi azt a mindenit. Amióta Dobovicki pályára lépett, azóta masszívan indul meg a Komló itt a szélén. Egy lövés mellé. Miltner szélén elszökik. Bód is keresztezi az útját mellé. Ebből nem sokára már sípszó lesz, még egy utolsó nagy támadás, feldobta magát Kis. Vas. Fischer mellett elviszi, Dubovickinek be. Játsza, ott a lehet, nagy találat. Addig-addig, ameddig az a 3 percben, az a bizonyos egy támadás elég arra a Komlónak, hogy megszerezze a 3. gólját is. Lőrinc. Schmidt, Izsák kapott azért egy ütést a kapustól. Lőrinc, ott a lövés. Elakadt a saját játékosunkban.